Na sziasztok srácok, ebben a mai videóban itt lesz velem Botesz. Sziasztok! És ebben a mai videóban 1v1-ezni fogunk, 5 pontig fog menni. De viszont most már nekem is meg lesz a tosszabb blokkemód. Jajó! Meg Boti, már elmondta nekem már, valamiért nem működött előbb az OBS, leállt magától. Úgyhogy... És ugye az előző próbálkozásban, amivel felvegyük a videót, mondta nekem Boti, hogy valami videó lesz az ő csatornáján. Nem tudom, azt ma kiteszed? Nem, holnap teszem ki. De még én sem tudom, hogy mit kell felvenni. Az a legviccesebb. Tehát, hát igen, igen. Lesznek itt meglepetések bőven. De ne, félek, bro, félek. De már Clutch EV1-et vettünk fel, de hát az nem lehet. Hát az nem lehet. Egy VL simán, de egy kis... Egy kis... Jaj, az, amit kitettél most videót, olyan, ugyanaz, csak most nem botokkal, hanem ellen. Nem. Ó, tesó. Nem á, de... Szar, hogy én nem tudom. Na, mindegy. Hát, majd megtudod ma. Várja, majdig ez lesz a harmadik videó, amit felveszünk. Ha? Jó, Boti megdöglött! Na, egy nekem. Meg is hívlak. Oké, csak győzelni animáció. Gyorsan. Legyen vége ennek. Jó, nem tudom, ne legyek hangosabb. Ne legyen hangosabb, így is eléggé hangos. Jó. Na, jövök. Gyere. Nem maradj le, gyere, nem maradj le. Szerintem most megnyerem ezt a videót 5-0-ra. Nagyon úgy tervezem. Vagy pedig én 5-1-re. Jaj, Boti, nagyon képzelődsz. Én meg így tervezem. Most már minden videóban meg mindig ezt használod, ezt a csontvászként. Miért ezt használod? Na, most már ez a tryhard skin. Már könnyebb a klácsolni, mert ilyen pici. Ilyen vékony a karakter, és nem tudom, hogy... Jobb vele az ugrás, hogy nyomtam. De nekem miért nincs mézes kalácsod? Nincs. Nincs tért kalácsod? Szevasz! Na 2-0 ide! Boti Max már... 5-2-re verszel, úgyhogy már a terved... Nem gondoltam, felviselek 4-re, és akkor 4-ről visszahozom, érted? Ja jó, tehát akkor most kétszer még ki fogsz ugrani a lézerbe, vagy mi? Nem, mert ugye... Azért sivatlak még, azért tudod. Aha. Iratkozzatok fel a csatornámra, mert Botit meg kell előzni. Mert több feliratkozója van, úgyhogy most őt meg kell... Kevesebb videó. Igen. Úgyhogy most versenyünk... Vagy egy videóm. Úgyhogy ezen versenyünk most. Úgyhogy... Amúgy te már nagyon megtanultad használni ezt a izét, a tossa blokkot. Úgyhogy ma vettem, Pali. Ja. Anyád! Én, de... Te is röpült egy. Mondjuk labda helyet hoztam, mert labda nem kell, én tudok klatcsolni. Mi a amúgy a labdának amúgy 2024-ben így most semmi értelme nincsen. Tényleg, már amúgy a labda egy bügyös has. Meg így, hogy már mindenki tud klatcsolni kell, mert, amúgy a játékban. Most lehet, hogy... Nem adom be. Jó, várjál. Oh. Jaj, de hogy be lehet adni azt a trükköt, hogy saját magadba dobod bele a tossza blokkot. Azt tudom, és akkor így elrepülsz. Igen, és akkor is meg tudod menteni magad. Csak az azért kicsit nehéz. Jó. Nekem addig mindig véletlen jött össze. Igen, ez egy 3 pont. Srácok, Boti, csak szimplán noob. Aha. Remélem, majd az ő videóját is megnyerem. Mondjuk lehet, hogy olyan challenge-et talált ki direkt, ami... Ki tudja, jobba, hogy mi lesz? Mert lehet, hogy direkt ő abban jobb, és akkor direkt azt választ. Nem, csak az a baj, hogy abba a challenge-ben mindkettőnk szivatást kap. Kivéve ha... Jó, tehát már ennyit... Ki tudja?
Jó, most van egy nagyon gondolatom, de nem mondom el nektek, majd Botni elmondom. Majd max videó végén. Hát, jó, a tippemet elmondom, de azt nem mondod rá, hogy az az, vagy nem az. Jó? Jó. Ez eléggé nagy segítség volt, amit most adtál. De mikor mondod most? Na, majd videó végén elmondom. Jajajaj. A tippemet. De hogyha nem igaz, akkor is elmondom, hogy... Izé. Hogy? Akkor sem fogom elmondani, hogy igaz-e vagy nem. Igen. Á, ezt nem hiszem el. Makkos kis makk. Csak ki ne vigyük végén a blogdest. Hát, nem fogjuk. Nem. Miből gondolod? Azt, hogy te meg fogsz halni. Olyan tosszabb blokkokat fogsz itt kapni és halni. Hova megy a tosszabb blokkom? Ott is van. Na jó, 4 pont akkor. És akkor most durulunk be. Igen. Hát, jó, durulj be. Durulok is. Új, megkollektáltam egy mission-t. 70 szemüveg, hát nem tudom, hogy láttátok ezt a videót, de hát ezt a kereket konkrétan minden megvan rajta, és még van 650 szemüvegem, úgyhogy elpörgetem ezt. Na, akkor elfogadod? Ennek jó lesz. Igen, bent vagyok. Srácok. Igen, én nem vagyok abból a... Mondjad. Nagyon el kell verni a bot, ezt már. Én abból a 120 Stumble Token-es pörgetésből ki akarom gyűjteni a Dynamite skint. Az már mindjárt megvan amúgy. Nem pörgetés. Habi kell hozzá még vagy 20. Akkor az. Na és akkor most fogom ugye már megnyerni. Vagy így visszahozni. Tehát így 4-ről így 5-4 lesz. Valahol annyi a titka, hogy nem szabad sokat ezelni. Hopp! Na mi van? És 1-4. Ott is van. Most hát én mondtam, hogy vissza fogom hozni. Létsz, hívtam már én egy skint váltok. Vagy akkor hívlak én, okay. Jó. Ja. Hívlak. Várjál. Na már kész akkor? Én hívogatlak. Nem. Na, és fogadom. Na, nyomjuk! Rácsak nem tudom, ez a skinnel lesz. Jó, igen. Remélem, ez pont elég lesz a boti megverésére. Fúj, de undorítóan néz ki. Tudom. Konfettiket szar? Mi az a fos? Nem. Ez meg mi volt? Nagyon irányíthatatlan amúgy ez a tosszabb. De és 2-5 ide. Saját magam helybe haltam meg. Nem baj, ez is számít. Srácok. Az elég durva lesz, hogyha 5-4-re elverlek. Most mennyi pontod van? 2. Ja. 2. Akkor már kis. Srácok, közben még lett a 21 összes like, tehát az összesített. Nagyon köszönöm. Monopolival jött? Mi? Igen. Monopoli. Monopóni. Jó van, te... Bombs fosi. Bombs, azt mondja, bombs. Ó, te...
Mi a baj? Nem merek közeledni hozzá, az a tasszablokk amúgy nagyon durva. Már jobb, mint a bizonyos patu, amúgy mondjuk annál minden jobb. Meg a hógolyós. Amúgy. Hógolyó a legrosszabb emóta a játékban. Hoppa hoppa, elrepültél. Írjátok le amúgy srácok kommentben, hogy nektek még a nem kedvenc, tehát amit utáltok speciálisan. Igen, amelyiket legjobban utáljátok speciál emót, igen. Ja. Ja, hát ha megvan akkor is, ha meg nincs, akkor is. De valószínűleg nem lesz meg, mert mondjuk én, nekem is megvan a hógolyó, mégis azt utálom a legjobban. Ja. Meg, én is a hógolyót utálom. És neki is. Ja, nekem is meg. Pedig amúgy ott a speciál skin se volt jó. Ugye? Nem tudom, láttad-e. És meg is nyertem. Köszönöm a figyelmet. Létszi, iratkozzatok fel és lájkoljatok. Boti csatornáját figyeljétek, akkor holnap, mert ott leszek. Meg egy csodás videó fog kimenni. Én meg akkor el is mondom a tippemet. Szerintem az lesz, hogyha játszunk egy kört, és aki veszít, az kap egy nehezítést. És így mennek a körök. És akkor mondjuk, aki így nyer előbb ötöt. Szerintem ez a tippem. Talán igen, talán nem. Majd köszönöm, hogy Botinak is itt volt. Köszönöm a figyelmet nektek. Na, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Szevasztok!